Az előd az 1782-ben alapított Institutum Geometrico Hydrotechnicum első 17 hallgatója latin nyelvű tankönyveket forgatott, hogy három esztendei képzés után elnyerje a Geometer Approbatus címet. Az oktatás nyelve később magyarra fordult, és az ipar fejlődése a földmérő és vízszabályozó mérnökök mellett mind több szakágazatban kívánta meg a hozzáértő műszaki értelmiséget. Átalakulások és költözések után az egyetem a század előn foglalta el mai helyét. Az alapító rendelet, amelyet 200 esztendeje II. József a kalapos király írt alá, célra törően és gyakorlatiasan határozta meg az új oktatási intézmény teendőit. Mivel általában igen nagy szükség van földmérő, vízépítő és mechanikai tudományokra, de különösen a Magyar Királyságban és csatolt tartományaiban, ahol az előző századok annyi háborúja és viszontagságai után a birtokviszonyok igen zavarosak, igen nagy vidékek víz alatt vagy mocsarakká alakulva hevernek, a malomgátak rosszul vannak építve, a közútak elhanyagoltak, nyilvánvaló ezen tudományok oktatásának szükségessége. A technika kultúr történetében fontos és meghatározó szerepe volt a gépészeti tudományoknak és e szakterület művelőinek. Kiemelt jelentőséget kapott mindez Magyarország gazdasági és ezen belül ipari fejlődésében az 1867-es kiegyezést követően. A dualizmus kora Magyarország gazdaság történetében a modern iparosodás kibontakozásának, a gépi nagyipar kialakulásának és látványos gyorsaságú fejlődésének időszaka. Ebben az időben a leggyorsabban fejlődő iparágak a vas- és fémipar, valamint a gépgyártás voltak. A századfordulótól ezek kiegészültek a villamossági és műszeriparral. József Nádor, a legmagyarabb Habsburg, szorgalmazta az 1782-ben létrehozott Institutum Geometricum, a műszaki oktatás első magyarországi intézményének József ipartanodává fejlesztését. A reformkor eredményeiben érdemi szerepe volt gróf Széchenyi Istvánnak, aki már az 1832 és 36 között ülésező országgyűlésen felvetette az önálló mérnökképző intézet felállítását. Az ipari fejlődés hatására egyre nagyobb lett a jól képzett szakemberek iránti igény. Az egyetemi szintű műszaki képzés megvalósítására Eötvös József, vallás és közoktatás ügyi miniszter 1870. április 7-én terjesztette az országgyűlés elé a Királyi József Műegyetem újból szervezése című napirendet. A képviselőház elfogadta a javaslatot, és a király Ferenc József 1871. július 10-én a Királyi József Műegyetem belszervezeti szabályzatát megerősítette. Az egyetem első rektora Stoszek József lett. Emlékét az egyetem környéki Stoszek utca és a menza épülete is viseli. A dualizmus kori iparfejlődés eredményeképpen specializálódott a műszaki, a mérnöki tudás, és ilyen specializálódó képzésre is és oktatásra is volt szükség. Amikor 1871-ben az uralkodó egyetemi rangra emelte az intézményt, ez éppen 150 évvel ezelőtt történt meg, megalakulhattak a szakosztályok, vagy ahogy ma hívjuk őket, karok. Első olyan műszaki felsőoktatási intézmény volt a világon, amelyik a nevében is viselte már az egyetem szót. Lehet, hogy a Harvardot már korábban megalapították, de az ő hivatalos nevében az egyetem nem szerepel. Magyar Királyi József Műegyetem, ebben már szerepelt az egyetem szó, ebben világelső gyakorlatilag a mi egyetemünk. Az egyes mérnöki munkaterületekhez szükséges tudásnak, mérnöki és műszaki ismereteknek az átadására szerveződtek gyakorlatilag a karok. Így alakult ki ez a klasszikus egyetemi szervezet. Az egyetemi jogar érmedíszein József Nádor, illetve az akkor működő szakosztályok jelképei láthatóak. A hallgatók az egyetemes szakosztályban kezdték meg tanulmányaikat, ahol természettudományos és más általános tárgyakat hallgattak, és szigorlatot követően léphettek át a választott technikai szakosztályba, melyek a mérnöki osztály,
a gépészmérnöki osztály, az építészmérnöki osztály és a vegyészmérnöki osztály voltak. A jogar, valamint a rektori és dékáni láncok a műegyetem kormányzati jelvényei. A jogart Cettele Jenő rektor, a láncokat pedig Habsburg József herceg adományozta az intézménynek. Érdekesség, hogy a rektori érme hátoldalán az előre a műszaki tudományok útján felirat szerepel. Azt szeretném elmondani, hogy amikor egy kar saját magát, az alapítását, a történelmének a fordulópontjait ünnepli, akkor teljesen természetes, hogy visszanyúlnak a régi papíralapú dokumentumokhoz, ahol ezeket az információkat a levéltár archiválja. Ezért vagyunk az egyetemen, ezzel is segítjük az egyetem, az egyetemi szervezeti egységek munkáját, a saját identitásuk megtalálását vagy ápolását, megőrzését a történelmükön keresztül. Itt a levéltárban, ahol most vagyunk, körülbelül másfél kilométernyi iratot őrzünk az egyetem történelméből. Ennek az iratanyagnak a 20%-a az, ami a gépészkarhoz kapcsolódik. A dékáni hivatal iratanyaga, a kari tanácsok jegyzőkönyvei, illetve a tanszékek iratanyagai, a hallgatói nyilvántartások, a gépész hallgatóké, valamint a személyi hagyatékok, amelyek a gépészkar neves professzoraihoz kapcsolódnak. A gépészkar van a legszerencsésebb helyzetben a történelmi dokumentumok fennmaradását illetően, ugyanis szinte a kar működésének a kezdeteitől fennmaradtak, és szinte teljes összefüggő sorozatban az összes kari tanácsi jegyzőkönyv, az összes hallgatói nyilvántartás. Tehát ez azért nagyon fontos, mert egyrészt meg tudjuk mondani, hogy amióta ez a kar működik, pontosan mikor, kik voltak itt a hallgatók, milyen tárgyakat hallgattak, azt milyen eredménnyel végezték, és milyen professzoroknál végezték ezeket a tárgyakat. Ez szerintem egy hatalmas érték, hogy a valaha itt megfordult összes gépészmérnökről valamilyen információval rendelkezünk. A gépészkar ilyen értelemben egy nagyon értékes adatbázissal vagy információbázissal rendelkezik a saját történelmét illetően. Amikor 150 évvel ezelőtt ezt a kart létrehozták, az önkormányzatát is, a saját ügyeinek az irányítását is megkapta. Így a dékán irányításával a kari tanács vezeti a kart, dönt az oktatási, a kutatási, a szervezeti és egyéb kérdésekben. Ezeknek a stratégiai döntéseknek a lenyomatai is mind-mind itt találhatók meg a kari tanácsi jegyzőkönyvekben, amelyek egyébként már online is kutathatók és elérhetők a kar polgárai számára. A kar első dékánja, Bielek Miksa, erőműgéptant és gépszerkezettant oktatott. Értekezéseit hosszú ideig publikálták természettudományos folyóiratokban, valamint meghatározó szerepet vállalt Budapest tömegközlekedésének fejlesztésében. A demokrácia akkoriban még annyira gyerekcipőbe járt, hogy egy tanszékvezetőt nem határozott időre neveztek ki, hanem mondhatnám azt, hogy életfogytiglan. Vagyis hát, ha egy tanszék alakult, az sokszor egy nagy professzor kedvéért alakult. Tehát volt egy nagy tanáregyeniség, vagy nagy professzor egyeniség, és akkor az ő kedvéért a minisztérium létesített egy tanszéket. Egy egyetemen létesítették, egy karon létesítették, és egyben a létesítéssel együtt kinevezték az illető tanszékvezető professzornak. Egy kicsit olyan feudalisztikus jellegű volt ez a szerveződés, és a tanszékvezetők vezették a kart a dékán vezetésével. Az nagyon fontos, hogy amikor a kar megalakult 150 évvel ezelőtt, ez a kampusz még nem létezett. Az egyetem bérelt házakban oldotta meg a tanszékeinek, a hallgatóinak az elhelyezését. Ez több házat is jelentett. Ez nyilván az oktatást megnehezítette, és az egyre növekvő kapacitás igényt sem tudta kielégíteni. Az első dedikált otthona a gépészkarnak, az tulajdonképpen a Múzeum körútra tehető, a mai ELTE egyetemi épületeit, ugyanis eredetileg a Műegyetem számára tervezték meg, illetve építették meg. De gyakorlatilag, amikor az 1880-as évek elején ide beköltöztek
a műegyetemi karok, már akkor szűknek bizonyult. A mérnöki és gépészmérnöki oktatás szükségességét az is mutatja, ami megint csak a dualizmus korától meginduló hatalmas léptékű ipari fejlődés közt a gépipar fejlődésével hozható összefüggésbe, hogy a létszámokból látjuk, hogy mennyire felfutó lett a gépészmérnöki oktatás. Az első egyetemi tanévben, az 1871-72-es tanévben 15 hallgatót tudtunk beazonosítani, mint gépészmérnök hallgató. Ez körülbelül 10 év múlva már 10-szerese lett, tehát 130 hallgatója van a 80-as évek, az 1880-as évek legelején, és újabb 15 év múlva már 800 hallgatóról beszélünk, tehát ez egy nagyon-nagyon jól felfutó képzés volt az egyetemen belül, és Magyarországon is tulajdonképpen. Gyakorlatilag 10 évente 10-szeres, meg 8-szoros létszámnövekedések voltak csak a gépészkar esetében, ez nyilván a többi karra is jellemző. Úgyhogy egész egyszerűen nem fértek el, ezért kezdték el építeni itt a lágymányosi kampuszt, úgyhogy gyakorlatilag a gépészmérnöki kar az első saját, önálló, konkrétan az ő igényeikre szabott épületeket akkor kapta meg, amikor ide költözhettünk a lágymányosra. Ezek ugye az MM, az MG, MT, a géplabor épületek, illetve a központi épületben nyilván a mai napig a dékáni hivatal, illetve előadótermek találhatók, amelyeket már akkor is arra a célra használták. Szóval ez a mechanika tanszéknek az épülete, és ez a tanszék itt van most már több mint 100 éve, amikor az épület elkészült, akkor ez laborépületnek készült, ugye a központi épület mellett. Annak idején ugye még beszéltem ezzel a hivatal segédünkkel, aki itt volt gyerekként, amikor Ferenc József meglátogatta ezt a laboratóriumot, és átadta az akkori legnagyobb és legpontosabb Mohr-Federhab szakítógépet a tanszéken, úgyhogy megálltott szépen, és mondta a szokásos szöveget, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve, és egy szép kifestett fehér vonal mentén aztán mindenki sétált. A gépészmérnökkar elmúlt 150 éve alapvetően befolyásolta egyetemünk történelmét, hiszen ugye a műegyetem most ünnepli a 240. tanévét, és ebbe a 240 évbe 72 rektor volt, és ebből a 72 rektorból magamat is beleszámolva 13-an voltak gépészrektorok. A legelső gépészrektor Kály Jónás Ödön, ő a leíró géptan és géprajz egyetemi tanára volt, érdekességképpen országgyűlési képviselő is volt, és ő az 1900-as évek elején és a 10-es években volt rektor. Az ő nevéhez fűződik az úgynevezett történelmi kampusz átadása, és talán nem is véletlen, hogy a rektori asztalon is a gépészmérnökkar logója, a centrifugálregulátor látható. A kar megalakulásától kezdődik az első világháborúig a boldog békeidők, ez egyértelműen a gyarapodás időszaka. Karnak a hallgatókban is, a tanszékekben is, az oktatott ismeretekben is való gyarapodása, illetve ugye ekkor nyeri el a végleges önálló elhelyezését a lágymányosi kampuszon. A korszerű ipari igényeket figyelembe vevő gépészmérnök oktatást mutatja az a tény, hogy új tanszékeket alapítottak, és jelentős ipari gyakorlattal rendelkező szakembereket hívtak meg oktatóknak. Például a gépszerkezettan professzora volt Cserháti Jenő, aki korábban a GANZ gyár igazgatója volt. E nagy mérnök tanárok között indult Bánki Donát tanári pályája is. Bánki Horváth Ignác tanítványa volt, gazdag és eredményes ipari gyakorlat után került a gépszerkezettani tanszékre. Egyetemi tanári tevékenysége során a gőzturbinák és hidrogépek professzora volt, valamint bevezette a laboratóriumi képzést. Szabadalmainak száma 20-ra tehető, melyek közül a leghíresebb a Csonka Jánossal közös Újítások Petróleum Motorokon című, melyben a világon elsőként leírja a benzinporlasztó működési elvét. Az első világháború elején karunk dékánja volt. Többször hívták külföldi egyetemekre, de sosem fogadta el. Hazafias kötelességemnek tartom,
hogy a Budapesti Műegyetemen maradjak és szolgáljam hazám kulturális és gazdasági fejlődését, írta a Zürichi Egyetem felkérését elutasító levelében. Itt vagyunk tehát az MT épületnek a sarkán, ez a Bertalan Lajos utcai sarok, és ennek a műhelynek az egész gépészkar szempontjából óriási szerepe volt. Először is ez volt a legnagyobb, sőt egy jó darabig egyetlen laborja a karnak, ez az 1000 négyzetméter, és ennek a sarkán pedig volt egy mechanikai műhely. A műhely főnök nem más, mint Csonka János volt. Csonka János egyszerű műhelyfőnök, tehát egy művezető ember volt, egy ezermester, aki megcsinálta az első Csonka motorokat, részt vett Bánki Donáttal a porlasztó kidolgozásában, nem sokára azonban a Mérnök Akadémia elnökeként búcsúzott. A villamosítás óriásai, vagyis Edison, Siemens és Crompton sem a váltakozó áramban látták a jövőt. Az ezzel kapcsolatos kihívásokat megoldhatatlannak vélték. A nagy triász tagjai, Bláthy Otto, Déri Miksa és Cipernowski Károly oldották meg a problémát, és készítették el az első generátort, majd később a váltakozó áramú transformátort. Ezzel Magyarország a villamos energiaipar fejlesztésének egyik meghatározó szereplőjévé vált. Ennek szellemében jött létre 1893-ban a gépészkaron az elektrotechnika tanszék Cipernowski Károly professzor vezetésével. Pattantyús Ábrahám Géza, Patyi bácsi, a Műegyetem egyik kiemelkedő, iskolateremtő tanáregyénisége. Mentorai között voltak Bánki Donát és Cipernowski Károly is. Élete végéig képezte a jövő mérnökeit. Jegyzetein és közismert, több kötetes zsebkönyv sorozatán generációk nőttek fel. Karunk doktori iskolája az ő nevét viseli. Ebben az időszakban dolgozott a Műegyetemen Kandó Kálmán is, a magyar vasútvillamosítás úttörője, a Kandó mozdonyok feltalálója. Közel 70 szabadalommal rendelkezik, később pedig ő lett a ganzgyár igazgatója. Kármán Tódor volt Bánki Donát tanársegédje. A szuperszónikus repülés és a rakétatechnológia úttörőjeként tartják számon. Az egyetem szélcsatornája és a gépészmérnöki kar kollégiuma is az ő nevét viseli. Úgy gondolom, a kar számára valóban egy boldog békeidő volt, az egyértelmű fejlődés időszaka. Ennek a lendületét valamennyire megtörte az első világháború. Műegyetemen az oktatás a háborúval összefüggésben nem szünetelt, tehát gyakorlatilag végig folyamatos volt, talán egyszer szénszünet miatt, de nem a háborús események közvetlen következtében. Összességében a Műegyetem volt az a felsőoktatási intézmény Magyarországon, ahonnan a legtöbb hallgató bevonult. A gépészkar esetében kb. 1300 hallgató volt az első világháború kitörésekor, és az első háborús tanév végére ennek az 1300 főnek körülbelül a fele, sőt több mint a fele bevonult. Kutatások vannak arra vonatkozóan, hogy minél több hősi halottat be tudjunk azonosítani, és jelenleg körülbelül 100-nál tart a számuk. Az oktatók is nagy arányban vonultak be, főként az adjunktusok, illetve a tanársegédek. A professzorok esetében sikerült a felmentésüket elérni, hiszen akkor az oktató munka szünetelt volna a karon, hogyha nincs tanszékvezető professzor, aki a nagy kötelező előadásokat meg tudja tartani. Nagyon sok oktató végigharcolta a teljes háborút, például Mutnyászki Ádám kb. 60 hónapon keresztül teljesített frontszolgálatot. Ez megtörte a gépészmérnöki oktatásnak a lendületét. Utána pedig nyilván az törte meg, hogy a trianoni békeszerződést követően az elcsatolt területekről vagy kevesebb hallgató jött, vagy ha jöttek, akkor ott szociális jellegű diáksegélyezési problémák nagyon rányomták a fókuszt az oktatás szervezésre, a hallgatók ellátására. A második gépészkari rektor 20-21-es tanévben Rejtő Sándor, akadémikus,
a mechanikai technológia tanszék, ma az anyagtudomány tanszék vezetője volt. 1877-ben ő Rejtő Sándor volt, aki az első gépészmérnöki diplomát kapta a műegyetemen, és akkor később dékán, majd rektor lett. 1920-as trianoni béke utáni első tanévnyitón mondott beszédet, és hát egy lelkesítő, hosszú lelkesítő beszédet tartott, hogy mi lesz a Magyarország és a műegyetem sorsa a megcsokkintott, egyharmadára csökkentett Magyarországon. A harmadik gépészkari rektor Simanek Emil volt, ő egy Kossuth díjas gépészmérnök, a 20-as évek közepén volt rektor, ő két tanévig volt. Ő nevéhez fűződik, hogy ő nagyon nagy hangsúlyt fektetett a BME laboratóriumainak fejlesztésére. A negyedik gépészkari rektor Söpkész Sándor volt, ő az elektrotechnika tanszéknek volt a vezetője, ugye akkor még nem volt külön villamosmérnöki kar. Ő is országgyűlési képviselő volt, és az ő nevéhez fűződik az első magyarországi nagyfeszültségű helyközi villamoshálózat megtervezése. Az ötödik rektor, ő Herman Miksa volt, szintén gépelemekes, korábbi dékán, szintén országgyűlési képviselő, kereskedelmi miniszter. Az ő nevéhez fűződik a dunántúli villamosítás tervének megvalósítása. Ő szintén egy évig volt rektor, közvetlen Söpkész Sándor után. Volt egy olyan időszak az egyetem életében, amikor gépészmérnöki és vegyészmérnöki karként működött a kar, és annak volt egy gépészmérnöki és egy vegyészmérnöki osztálya a karon belül. Külön intéztek mindent, de volt még egy kari egységük is, adminisztratíve, két világháború közötti időszakban, amikor a magyar felsőoktatás első integrációs folyamataként létrehoztak egy hatalmas mamut egyetemet. Ez volt a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, amelybe a mindenféle mérnököktől kezdve az állatorvosok, a közgazdászok, a soproni erdő- és bányamérnökök is ide tartoztak szervezetileg. Helyileg nyilván soha nem működött így együtt ez a hatalmas integrált egyetem, és 15 éves működés után, aztán a II. Világháború után ez meg is szűnt, hiszen a korábban is önálló intézményként működő intézmények újra önállóvá váltak, és így lett aztán egy nagyon színes felsőoktatási rendszer a II. Világháború után. A hatodik gépészkari rektor Szabó Gusztáv volt, ő a mezőgazdasági géptannak volt az egyetemi tanára, korábban szintén dékán volt, és az ipari szabványosítás egyik irányítója volt, 36-37-es tanévben volt egyetemünknek rektora, még nevéhez fűződik az AA épületnek az átadása. A beruházások helyzetesen volt könnyű egy vesztes világháború után. Nyilván a békeszerződésnek voltak olyan korlátozó rendelkezései is, aminek a következtében nem tudom, például a katonai repülés fejlesztése ugye hivatalosan lehetetlenné vált, de maga a repülési tudományoknak a fejlődése megkövetelte, hogy a gépészkaron belül ilyen képzés is folyjon. Úgyhogy amikor az aerodinamikai intézet megalakult, a mai áramlástani tanszék elődje, az például ennek a fejlődésnek az eredménye volt. Muszáj volt a modern repüléstechnikát bevinni a képzésbe, de hát ennek a háború után nem volt olyan egyszerű a megoldása, mint ahogy azt gondoljuk ma, az AE épület volt az egyetlen épület, ha jól tudom, a gépészkar szempontjából legalábbis, amelyik a két világháború közötti időszakban megépülhetett. A két világháború közötti időszakban jellemző volt, hogy a gépészmérnökök a szigorlatot még a műegyetemen teljesítették, majd tanulmányaikat valamelyik német egyetemen folytatták. Például Jendrassik György is Kármán Tódor engedélyével ment ki Berlinbe tanulni, többek között Einstein és Planck előadásait is látogatta. Hazatérte után a Ganz gyár mérnöke lett. Nevéhez köthető a gázturbinák fejlesztése és a Jendrassik motor. Nagyon sok professzorunk járta ezt az utat. Többek között például Gábor Dénes is ugye elkezdte, Nobel-díjat is kapott, és ő is ugyanezt csinálta. Borbély sem is így volt, és Berlinben pont Hitler hatalom kerülése idején, tehát 31-33, meg a nagy gazdasági válság idején volt ott egy ilyen nagyon turbulens időszakban, és utána bekerült egy ilyen repülős kutatóintézetbe. Később ugye a német légierő számára fejlesztettek már dolgokat,
És hát ezek a történeteket, amikre akkor meséltek le a zuhanó bombázóknak a fejlesztéséről, meg hasonlókról. És 36-ban aztán el kellett jönnie, mert nem volt német állampolgár, csak német állampolgárként lehetett tovább dolgozni, mert akkor már tényleg készülöttek a háborúra, és szigorúban vettek dolgokat. Ugye a számítások az neki kellettek volna, például a Bessel függvények 32 értékes jegyre, és akkoriban Németországban is csak 16 értékes jegyre kiszámolt függvénytáblák voltak, ugye hát akkor még nem voltak számítógépek, és ezekkel dolgoztak. Akkor ők egyszerűen írtak az angoloknak, valamelyik angol egyetemnek, ahol tudták, hogy ott a British Library, vagy nem tudom, hol megvan a 32-es, ahol nekik lefényképezték és elküldték simát. Tehát a kutatók azok így működtek együtt annak idején, független attól, hogy hát közben meg már tulajdonképpen amire használták, azzal később aztán meg pont az angolokat kezdték el bombázni. Úgyhogy aztán hazajött, és a német élmény alapján ő ilyen elég baloldali volt, tehát nem volt kommunista párttag, meg ilyesmi, és Kolozsváron, ami aztán ugye meg visszakerült Magyarországhoz, ugye 40 és 44 között, ott volt az egyetemen, és elég sok ilyen baloldali diákkal tartotta a kapcsolatot. Bevonultak a németek 44 tavaszán, följött Budapestre, és aztán mondta, hogy hú, látta, hogy itt ilyen nagy baj van, mert itt a vár tele van német katonákkal minden, és visszament, és mire hazaért, azt mondja, hát várta, hogy 2-3 ilyen üzenet a lakásán bedobva, hogy professzor segítsen, bajba vagyunk, félek, hogy letartóztatnak, meg nem tudom. Tehát akkor mindenki megijedt, ott ilyen valdöbelátság volt, és azt mondja, hogy rettenetes éjszakája volt, mert felelősnek érezte magát, hogy ezeket a gyerekeket bíztatta, meg hát így németellenes hangulatban, vagy szemlette. De hát ez volt őszintén, amit gondol, de hát, hogy talán mégse kellett volna ezeket a fiatalokat úgymond itt idézőjelbe lázítani, vagy lelkesíteni, vagy nem tudom, most milyen hatalmas bajba fognak kerülni. Akkor hajnali 4-kor becsöngettek hozzá, és akkor elvitték a németek, addigra már leértek Kolozsvára is. Azt mondja, nem hiszük el, hogy ez neki milyen megkönnyebbülés volt, mert leesett róla a felelősség, hát akkor nem tud semmit se csinálni, mert őt is elvitték. És hát valóban azért úszta meg, mert akkor azt hitték, hogy valami fantasztikus kémet fogtak, vagy nem tudom mi, mert felvitték Berlinbe is, mert hát ő dolgozott ebbe az intézetben, és valóban így úszta meg ezt az egész munkatábor dolgot. Hát fölvitték Berlinbe, és ott a központi gestápó üzébe volt fogva tartva, tehát azt mondja, hogy olyan helyeket látott, amit nem tudunk elképzelni. És azt mondja, hogy naponta rettenetesen részletesen kikérdezték, hogy hol, mikor, kivel találkozott, mit csinált. És ez eltartott egészen szeptemberig. Hát amikor márciusban vonultak be a németek, akkor kiderült, hogy tulajdonképpen nincs vele semmi. Tehát ő 30-36-ig ott volt, vagy amikor az első kísérletnél egyszerűen letörtek a szárnyak, ugye, mert ezek egy célra repültek, és akkor így emelték ki a gépek, és nem bírták a szárnyak ezt a terhelést, és hát látott egy-két borzasztó balesetet is. De hát ő eddig jutott, és aztán 36-ban ő teljesen megszakadt neki minden kapcsolata ezekkel. Úgyhogy szeptemberben egyszerűen visszavitették Magyarországra, és akkor, amikor hazaúton pedig megszökött Sopronban. És akkor még azután volt lelkiismert furdalása, hogy hát egy magyar kis katona kísérte őt vissza, ugye meg volt bízva Berlinből, hogy hozza vissza Magyarországra. És hát amikor lelépett, hogy akkor hát most annak a kis katonának olyan nem lett baj, hogy abból, hogy ő megszökött. De hát bízunk benne, hogy az is akkor valahogy azért csak megúszta a dolgot. Hát nagyon, nagyon nehéz idők voltak. Úgyhogy onnantól kezdve aztán valahogy itt Budapesten is ilyen... Jaj, tudom már, mert mondta, hogy milyen papírokkal azért ő neki... Tehát őt már kiengedték valamikor augusztusban azzal, hogy minden nap jelentkeznie kellett a gestápónál, hogy ő itt van Berlinben, mert még mindig akkor mentek a kihallgatások. És akkor volt egy olyan papírja, amire minden nap egy ilyen horogkeresztes pecsétet rányomtak. És azt mondja, hát volt neki egy ilyen leporellószerű izéje, ami már volt vagy 35 ilyen horogkeresztes pecsét, meg gestápó, meg nem tudom micsoda. Úgyhogy azt mondja, hogy őt akárhol megállították itt Magyarországon, ő ezt előhúzta, kitartja ezt a részét, az ott elengedték, hogy ja, akkor mehet, mert arra rá volt írva a neve is, mert úgyhogy azt mondja, hogy ezzel az azonosítással ő ezt itt szépen végigcsinálta Budapest ostromát. Hú, hát mondjuk a Borbé professzor, ő meg matematikus volt, állítólag a II. Világháborúban egyszer csak megszólaltak a szirénák, és mondta a feleség, és gyere már, mert baj lesz, hogyha nem jössz, menjünk le a pincébe.
De azt mondta Borbély és Amu, hogy hát azért várjál, mindjárt megyek, de valami matematikai problémában dolgozott. És egyszer csak puty, jött egy bomba, és teli találatot kapott az épületnek a lépcsőháza. Ő föl volt a második emeleten, de nem lehetett lemenni. Ezek után ő mesélte el, hogy elkezdett azon gondolkodni, hogy most mit csináljon. Ha ezen rágódik, hogy jut ő innen le, akkor garantáltan megbolondul. Lejutni nem tud, és megbolondul. Ezek után gondolt egy merészet és nagyot, és 104 tizedesig sorbafejtéssel kiszámolta a pi-t. Hát mondom, én lehet, hogy sokkal inkább megbolondultam volna, mert hogy nem tudom kiszámolni 104 tizedesig a pi-t, az hétszentség. Julia Huxley, a világhírű tudós megtekintette a Műegyetem háború rombolt a részeit, és az Egyesült Nemzetek kulturális szervezete az UNESCO nevében nagyobb segítséget helyezett kilátásba. A hetedik gépészkari rektor Misángyi Vilmos volt, ő a második világháború utolsó évének tanévében volt rektor, amikor a kitelepítési határozat megszületett, és az összes felsőbéves egyetemistát a Műegyetemről Németországba vitték ki, oda telepítették őket. A 8. gépészkari rektor Verebély László volt, Kossuth Díjas gépészmérnök, korábban szintén dékán, akadémikus, ő egy évig volt szintén rektor, mégpedig a 45-ben, a háború utáni egy évben, feladata a háború utáni helyreállítás, és mellette az oktatás folyamatosságának biztosítása, illetve az oktatás elindítása. A II. Világháború közelazonos hatást gyakorolt, maga az oktatás akkor sem szünetelt egészen 1944 végéig, azonban 1944. decemberében a felsőbéves hallgatókat kitelepítették Németországba. Ennek a történetnek több megközelítése vagy indoklása is lehet, hogy miért következett be, megóvják őket, és kint befejezhessék a tanulmányaikat, legyen, aki majd újjáépíti az országot a háború után, könyvként kiadott napló is született erről a történetről. Azt elképzelni, ahogy 21-22 éves fiatal emberek vonatra ülnek, és elviszik őket, ahol az oktatásukat kellene megszervezni, miközben ugye folyamatos életveszélyben vannak. Pont gépészmérnök hallgatók voltak azok, akik legnagyobb számban átélték és túlélték a drezdai bombázást. A képzésüket azonban én azt gondolom, hogy csodával határos módon folytatták, már csak azért is, mert a gépészkarról egyetlen oktató sem kísért el a hallgatóit. Ennek ellenére mégis maradtak fenn olyan szigorlati jegyzőkönyvek, amelyeknek a keltezéséből kiderül, hogy ott Németországban 1945 tavaszán tették le az adott szigorlatot a gépészmérnökök. 1945 ősz végén értek vissza legnagyobb tömegben Budapestre vagy Magyarországra, már aki hazajött egyáltalán, hiszen nagyon sokan kint maradtak, és ott keresték és találták meg a boldogulásukat. A hazatértekre pedig gyakorlatilag a tanulmányaik megismétlése várt, hiszen nem nagyon fogadták be, illetve ismerték el a háborús körülmények között Németországban abszolvált tárgyakat. Egy megrekedést jelentett azok számára, akik akkor voltak itt hallgatók. A végzésük után rájuk várt az a feladat is, hogy újjáépítsék a romba dőlt országot. Egészen 1956-ig, amikor meg a jól ismert események következtében sajnos egy nagyobb létszámú gépészmérnök hallgatói állomány tűnt el tulajdonképpen a Műegyetem életéből azzal, hogy külföldre menekültek a forradalom leverése után. A II. Világháború végét követően a német megszállást a szovjet megszállás váltotta fel. A kékcédulás választáson a kommunista párt többséget szerzett, ezzel megnyitva egy új időszakot Magyarország életében. Szovjet mintára megalakult a Magyar Népköztársaság,
Elkezdődött a koncepciós perek, a személyi kultusz, a beszolgáltatási kötelezettség és az AVH által fenntartott rendőrállam időszaka. Elnevezését vezetőjéről, a sztálinista diktatúrát kiépítő Rákosi Mátyásról kapta. A 9. rektor Vörös Imre volt, Kossuth Díjas gépészmérnök, a gépelemek tanszék vezetője, korábban szintén dékán, 4 tanéven keresztül volt rektor az 50-es évek elején. Rektorsága alatt jelentősen megnövekedett a hallgatói létszám, és több új egyetemi épület került átadásra, mint például a G-csarnok vagy a H épület. Tekkor integrálták az esti képzést be az egyetem szervezetébe. Nekem apám gépészmérnök volt, ennek a nevezetes 48-as évfolyamnak volt a tagja, és nagyon örülök, hogy Vajna professzor is majd itt az interjú sorában szerepelni fog, ő is ennek az évfolyamnak tagja volt. Magyarországon 1948-ban történt egy nagyon komoly rendszerváltozás, és egy nagyon intenzív iparosítás indult. És ennek az intenzív iparosításnak, a szakember igényének a fedezésére a 48-as évfolyam az extra elvárásokkal indult. Ugye 5 éves a gépészmérnök képzés, apám azt mondta, hogy amikor ők kezdtek 48-ban, akkor az volt a terv, hogy a népgazdaság szakember igénye miatt ők nem 5, hanem 4 év alatt lenyomják a gépészmérnök képzést. Azt mesélte, hogy 51 órájuk volt az első fél évben, és azt is mesélte, hogy az évfolyam társai közül, most a létszámra már pontosan nem emlékszem, hogy hányan voltak, de 300-nál bőven többen. Szóval ennyi személyből 3-an azok infarktust kaptak. Amit azért 20 éves fiatal emberek között azért nem hétköznapi dolog. Úgyhogy menet közben történt egy módosítás, és akkor végül is nem 8, hanem 9 fél év alatt végeztek, úgyhogy a 9. fél év az egy diploma készítési fél év volt. Nyilván nagyon sokan voltak, akik munkáskáderként kerültek be ide az egyetemre, de ezeken hihetetlen nagy erkölcsi nyomás volt, hogy nekik teljesíteniük kell. És ezek az emberek nyilván oda is tették magukat. Feltételezem, hogy ez a 3 infarktust kapott ember, az közülük kerülhetett ki ebből az évfolyamból. Szóval nagyon nagyok voltak a társadalmi elvárások, de ehhez meg is kapták a támogatást. Tehát apámnak a jegyzetei gyakorlatilag minden tárgyhoz volt írott, nyomtatott jegyzet, amit 30 évvel később én nagyon jól tudtam hasznosítani. Tehát mondjuk matematikából olyan igényes és alapos, nagyon jól felépített, nagyon jól szerkesztett, jó példákkal szemléltetett tankönyvek voltak, amit az akkori hallgatók kőkeményen végig is tanultak. Borbély Samu azzal a számunkra fantasztikus előnnyel rendelkezett, hogy egy világhírű matematikus volt, de ugyanakkor mérnök. Na most ez azért borzasztó fontos, mert a szemlélete egészen más volt, mint egy elvonatkoztatott elméleti matematikusnak. Én Kolozsvárom, ő mellette kezdtem, az ő tárgya volt a kedvenc tárgyam. Az itteni felvételemet tulajdonképpen ő intézte el, mert ő telefonált a dékán úrnak, mikor én megjöttem késve, felvételit elkéstem, évkezdést elkéstem, mert a határon a magyarok elfogtak, és különböző börtönöket jártam végig. Nagyon sokat segített a későbbi főnököm, Gruber József, aki karnak dékánja, az egyetemnek rektora is volt. Úgyhogy Borbély Samu telefonált a dékán úrnak, és én másnap reggel a padba ültem. Az első 5 éves terv célkitűzése az volt, hogy Magyarország a vas és acél országa legyen. Ehhez feltétlenül szükséges volt a műszaki tudományok megfelelő támogatása. Ennek hatása a műegyetemen is érződött, új tanszékek jöttek létre, és nagyszabású bővítés vette kezdetét. A téli időjárás ellenére nagy építkezéseink töretlen iramban folynak. Műszaki egyetemünk felépítését jól bevált szovjet módszerek alapján végzik. A betonkeverésre előkészített sódert gőzbefúvás segítségével 40 fokra hevítik fel.
A forró víz és a felhevített cement hozzáadásával készült beton a gépi szállítás közben sem fagy be. Ezzel a módszerrel napi 175%-os átlagot ér el a Mészáros brigád. Tagjai már 1952. júliusi tervüknél tartanak. Az előre gyártott betongerendák szerelését 130%-os átlaggal végzi a Kovács brigád. Az új műegyetem lelkes építői fél évvel a kitűzött határidő előtt készítik el a tudomány új palotáját. A tanszék tudományos és szakmai műhely, amelynek észrevehető módon kell jelen lennie a tudományos és szakmai közéletben, és húzóerőt kell képviselnie annak megújításában. És ez a Garbai tanár úrtól való idézet, mélységesen egyetértek vele, amit mondott. Volt egy nagyon komoly elzárkózás, tehát mondjuk nyugatra nem lehetett utazni, nyugati termékek nem jutottak be Magyarországra, tehát a nyugati innováció sem nagyon jutott be Magyarországra. Kezdem akkor a legelején, de az 50-es években, amikor ugye a tanszék indult, meggyőződésem, hogy ez egyik oka annak, hogy egy ilyen önálló tanszék létrejött, az pont ez volt. Tehát, hogy az iparosodás, a vas és acél országa, ami azért nem volt egy nagyon hosszú ideig tartó, talán 68-ig tartó célkitűzés lehetett. Aztán egy kicsikét azért már szofisztikáltabbak voltak a célkitűzések. Mindenképpen azt gondolom, hogy akkor az, hogy fölépült a laborunk, hogy alapítottak egy ilyen tanszéket, az szerepet játszott. Az első tanszékvezetőnk az Rákosi Mátyás Akar testvér volt, tehát bizonyára ez is szerepet játszott, hogy egy önálló tanszéket kellett itt alapítani. Viszonylag gyorsan a megfelelő infrastruktúra is kialakult. Még mindig van olyan gépünk, ami Rákosi Mátyás művek, mint gyártómű szerepel. Tehát én azt gondolom, hogy az 50-es évek az a gépészmérnöki kar szempontjából egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, szép ilyet mondani, hogy fényes időszak volt. Mert azért sok szempontból nem volt az olyan fényes, de szakmai szempontból úgy gondolom, hogy igen. Nem véletlen, hogy akik akkor voltak a meghatározó professzorok, azoknak a szobrai azok itt vannak az egyetemkertben. Hogy miért akkor jött elő ez a név, hogy épületgépészet? Mit értünk az alatt, hogy épületgépészet? Hát az épületben tartózkodó ember komfort körülményeinek a kielégítését. A 20. században azért a komfortigények azok folyamatosan nőttek, illetve összefüggésben a történelmi változásokkal azért az 50-es években egy nagyon intenzív építés is elkezdődött. Nem véletlen, hogy az 50-es években alapították meg az új épületgépészeti tanszéket, megtalálták hozzá a megfelelő embert, Macskási professzor személyében, és az épületgépészet szó az az ő alkotása. A villamosmérnöki kar 1949-ben került megalapításra, a gépészmérnöki karból vált ki. A gépészmérnöki karon oktatták az elektrotechnikát. Volt önálló elektrotechnika tanszékünk. Hát Cipernowski nevét kell megemlítenem, aki a híres emberek között van számon tartva, és ő volt annak a tanszéknek a vezetője. Sőt, még Pattantyús is bedolgozott oda, és még volt egy pályázata, amikor megpályázta az ottani tanszékvezetői széket, és nem nyerte el egyébként, hanem aztán ő később a gépelemek és gépszerkezet, majd pedig a vízgépek területén kapott tanszéket. De nagyon szerette az elektrotechnikát a Patyi bácsi, így hívták akkori tanítványai. Szóval a gépészmérnöki karból tényleg nagyon sok egyetem gépészmérnöki kara is innen táplálkozott, tehát a tanárai innen jöttek, tanársegédek innen jöttek. A villamoskar vált ki körülbelül egy időben, amikor a Miskolc Egyetem megalakult. Szükségképpen kivált, mert annyi óraszáma volt már, ami villamos jellegű volt, hogy azt csak így tudta teljesíteni. Tehát ugye egy egység meghatározott tantárgy fölött, tudományterület fölött, és meghatározott létszám ellátásában tud gondolkozni. Az az egység az, hogyha már meghalad
tudja a létszám, meg a tudományterületnek a fejlődése, meghaladja már azt, hogy egy kar tudja összefogni. Szükségképpen egy másik kar kell legyen belőle. Az elektrotechnika tanszék még az én hallgató időmben is létező tanszék volt, Lukács Miklós professzor vezette, és aztán később a 80-as években átkerült a villamosmérnöki karra, és akkor most már az elektrotechnika onnan kerül beoktatásra. Aztán az idők múlásával, ahogy a gépészet fejlődött, a járműipar teret kért magának, és ezért a közlekedéssel, járműgépészettel kapcsolatos tudományok is a gépészkaron kerültek művelésre. Én úgy kezdtem az egyetemet 1967-ben, hogy még együtt voltunk a járműgépész szakosokkal, de mire végeztünk, addigra már létezett a közlekedési kar. Tehát a gépészmérnöki kar az egy adakozó kar volt, tehát osztódott, és az új tudományokra mindig fogékony volt, és mindig létrehozta az újat. Van, amikor ez az új aztán a nagysága miatt, mint villamoskar, meg közlekedési kar, hát önálló kari szervezetként ment tovább. Van, amikor pedig egy szakként fogadta be az új tudományokat a gépészmérnöki kar. Ahogy itt átsétáltam most is a villamos Gellért téri megállójából, a központi épület előtt, ugye mindjárt a sarkon a CH épület van, és az nekem borzasztó sokat jelentett 1955. júliusában. 66 évvel ezelőtt én itt felvételiztem, és ez örökre nyomot hagy bennem. Borzasztóan jó volt beléphetni ezen a kapun, a CH Maxban megírni a sikeres matematika-fizika dolgozatot, és utána a szóbeli felvételén, az komoly felvétel volt az akkor, körülbelül 8 professzor előtt kapásból válaszolni bizonyos kérdésekre. De innentől kezdve, ettől az első naptól kezdve, aztán a első fél éven át, ami tele volt kínlódással, a második fél év, ami már sikereket is hozott, és amiben már közösségi kovácsolódtunk, a második év őszén már az 56 volt. Az 1956-os forradalmi eseményeknek egyébként nagyon sok jelentős gépészmérnöki vonatkozása van. A BME rektora akkor éppen egy gépészmérnök professzor volt, Zsilmó László. A 10. gépészkari rektor, talán az egyik leghíresebb, Zsilmó László, tankönyvéből még ma is tanulnak a diákok, kétszeres Kossuth díjas gépészmérnök, akadémikus, a mechanikai technológia tanszék, mai anyagtudomány tanszék vezetője, a Fémipari Kutatóintézet alapító igazgatója, ő 3 tanéven keresztül volt rektor. Egyébként érdekesség, hogy mindig a nehéz időkben a gépészkar adta a rektorokat, nem csak a II. Világháború befejezésekor, hanem az 56-os forradalom idején. És így Zsilmó akkor 56-os szabadságharc idején vezette az egyetemet, amikor is az egyetemi tanács támogatta a hallgatók előzetesen megfogalmazott követeléseit és a felvonulásokat is. A szabadságharc leverését követően az oktatás újraindításának alapvető feltételei szabta a bebörtönzött hallgatóknak az elengedését. Nagyon népszerű volt, nem véletlen, hogy 1957-ben újra választották rektornak, ám az 1956-os elköteleződése miatt néhány hónap után hát leváltották. A legizgalmasabb talán az, hogy 56. október 23-án reggel még az első 2 óra megvolt. És 10 órakor bejött egy felsős, és akkor elmondta, hogy hát nem tudom, fiúk, lányok, tudjátok-e, hogy mi történt tegnap este? Én nem tudtam, én nem voltam kollégista, este 10-kor én már otthon szundikáltam a külvárosban, de azért megértettük rögtön, hogy miről van szó. Nem vicces, de történelmi helyzet volt. Így gyülekeztünk, ez a két kő itt erre mutat, tehát az 56-os nagy kődarabot, és itt akkor nézzük meg közelről, hogy kik voltak a főszereplők. Mi gyülekeztünk, a kémikusok voltak legközelebb a CH épülethez persze, és amikor elkezdtünk itt vonulni szélesen, akkor is a kémia volt nagyjából az elején, úgyhogy több olyan filmrészlet ma is van még, ahol látszik ez a csapat együtt, és én sokáig izgultam, hogy valahol szereplek benne, és melyikünket hogy fogják kicsapni emiatt. Mindjárt az első napokban én biciklivel bejöttem a külvárosból, és akkor, ahogy bejövök, látom a CH épület felé,
valamit matatnak ott fönt a Gellért szobornál. Na akkor készítették le azt a szobrot, ami alatta volt, hogy az ne maradjon. A géniusz maradhat a pálmaággal, de katonára nincs szükség. Fölventem persze, toltam a biciklit. Amúgy is szerettük a Gellért tanszéket. A Gellért tanszék azt jelenti, hogy kimenni a zöldbe, és akkor ott sörözni nem lehetett, de tanulni lehetett jól. Nézzük meg azt a táblát, és olvassuk le a neveket. Itt vannak a nagyok között, tessék csak nézni ezt a jobb oldali oszlopot. Simonyi Károly professzor, aki az első elektrongyorsítót megépítette, és akinek a fiából, a Charles Simonyival űrutazó lett, és a számítástechnika egyik nagyja. A Bill Gates mellett dolgozott sokáig, sok mindenki másról is meg lehet emlékezni, majd én megemlítem a kortársamat. Gróf András is 1936-ban született, és a Bill Gates mellett ő alapította meg az Intel vállalkozást, amiben a hardware oldal készült. Forradalmi eseményekben gépészmérnök hallgatók is aktívan részt vettek, hősi halottaink is vannak köztük. Két gépészmérnök hallgató neve is megtalálható azon az emléktáblán, ahol az aulában megemlékezünk az 56-os hősi halottainkról. Mindketten esti tagozatos hallgatók voltak. Pécs Géza az egyikük, aki sebesült szállításban működött közre, illetve fiatal emberek nyugatra menekülését segítette elő, nem csak egyetemisták, hanem bárki más esetében. Úgyhogy ő 1958-ban végezték ki ezért a szerepéért. Másik hallgató pedig egy Szilágyi József nevű, szintén esti tagozatos gépészmérnök hallgató volt, aki egyébként Nagy Imre legbelsőbb köréhez tartozott. Beszédet is mondott az 1956. október 22-i műegyetemi nagygyűlésen. Gyakorlatilag Nagy Imre mellett tevékenykedett a forradalom és szabadságharc idején. Nagy Imre per vádlottjaként ő sem kaphatott más, csak halálos ítéletet. Az oktatók is tevékenyen részt vettek az eseményekben. Nyilván ők nem fegyvert ragadtak, hanem az egyetem és a hallgatók épségét próbálták megőrizni, illetve visszafogni a belső vérontást, vagy lehetséges vérontást, a nyugalmat fenntartani. Az Oktatói Forradalmi Bizottságnak is egy gépészkari professzor volt a vezetője, Taki Ferenc, a titkára pedig az ő tanársegédje, Fekete Tamás. Forradalom és szabadságharc leverése után Taki Ferencet nyugdíjazták, elbocsátották az egyetemről a forradalmi bizottsági elnöki munkájának a megtorlásaképpen. Nem is térhetett vissza az egyetemre. A 60-as évek végén halt meg. Fekete Tamás, a forradalmi bizottsági titkár pedig külföldre távozott, és ők ketten a forradalom leverését követő 10 évben folyamatosan leveleztek egymással, és ez a levelezés fennmaradt. Rendszerváltozás után Fekete Tamás visszatért a műegyetemre, és szinte minden évben az ünnepségeken részt vett, és aztán a halála előtt néhány évvel nekünk ajándékozta ezt a levelezést, úgyhogy ez egy nagyon szép személyes vonulata ennek a történelmi eseménynek, amelynek az idén szintén évfordulóját ünneplünk, a 65-et. Az a fájdalmas visszatérés a diktatúrának egy lágyabb formájába, de mégiscsak diktatúrába, az nagyon sokat hozott föl. Az igazság, hogy ma hajnalban erre ébredtem, hogy ilyen kérdésekre miket válaszoljak. Mit meséljek a mai 20 éveseknek arról, hogy milyen volt 20 évesnek lenni a műegyetemen 1956 őszén? Nagyon jó volt egyébként. Nem csak az volt, hogy éreztük, hogy mi vagyunk valahol egy történelmi folyamatnak az egyik gyújtópontjában, hanem az az általános, hogy is mondjam, közérzet, amit maguk már nem is ismernek igazán. Tehát nem ismerik igazán, hogy mi ez, hogy félni, és mit jelent az, amikor ebből az ember kilép, és nem fél. Tehát megtanul nem félni, egy olyan helyzetből kiindulva, ami viszont az állandó megfélemlítettség, és az állandó feszültség és kontroll között volt. Hát az egyetemi tanulmányok között az egyik legfontosabbnak tartom a szabályozás technikát és annak az elméletét is. Az ember természetesen kontrollal tartja magát mindenféle szempontból, de az, hogy mi az a kontroll, mi az a kettősség,
hogy valamit hivatalosan, akár az egyetem katedrájáról hallgat, és azt tudja róla, hogy az nem igaz. De mégis meg kell tanulni, mert vizsgázni kell belőle. És otthon pedig egyszerű emberek között az édesapám szerszámkészítő volt, tehát nem volt se politikus, se szélsőséges elem. Hát egész másképp hangzott otthonról, és én tudtam, hogy miért. És ettől indulva, innen indulva eljutni egy olyan szintre, akár csak rövid időre, két hétre, hogy mostantól ezt nem kell félve végig gondolni se. Volt egy alapvicc annak idején, hogyha végig is gondoltad, ne mondd ki. Ha ki is mondtad, ne írd le. Ha le is írtad, ne írd alá. Ha alá is írtad, ne csodálkozz. Na most ez a fajta kilépés a szabadság felé, ez valami gyönyörű volt. Az 56-os forradalom leverése után a politikai átszervezést követően Kádár János vezetésével a forradalomban résztvevők, vagy ahogy a kommunista párt nevezte, az ellenforradalmi erők számára komoly, börtön, de sokszor inkább halálbüntetéssel járó retorzió következett. A politikai hatalom megszilárdítása után egy nagyobb enyhülés volt tapasztalható. A 11. gépészkari rektor Gruber József volt, korábbi dékán, az áramlástan tanszék korábbi vezetője, ő 3 évig volt rektor a 60-as évek elején. Rektorsága alatt megerősödött és intenzíven folytak a minőségi kutatások és az ipari munkák a műegyetemen. Amikor én hallgató voltam, az AE épület létezett, még ez az úgynevezett áramlástani épület, aminek az egyik részét már lebontották, ott már nincs is meg az épület. Ott földúton kellett átmenni az R épületbe. A T, a H, természetesen az atomreaktor, az E, meg az A1 létezett, az A2 nem, és létezett a G, a gépgyártás technológiának az épülete. Annak idején, ugye, amikor én ide kerültem a műegyetemre, 1967, még a napra is emlékszem, május 1-én, ez nyilván az ünnepnap volt akkor is, de így volt lekönyvelve, hogy május 1-től vagyok egyetemi tanársegéd, akkor még az E épületben volt a tanszék, korábban pedig az R épületnek az első emeletén. Úgy kellett még bemenni, hogy a bejárat se volt kész, hanem hátul ilyen nagy üvegtáblák vannak ott a földszinten. Az egyik nem volt betéve, és hátulról az Egri József utca felől, a G épület felől lehetett bejárni egy ilyen deszkapallón. Nekem ez kedves, ez a belső rész. Olyannyira, hogy a Perényi rektor le akarta bontani azt az épületet, amelyben most a Műszaki Mánika tanszék van. Perényi Imre, aki tulajdonképpen sok minden jót csinált az én emlékeim szerint, mindenáron intézetet is akart csinálni. Tehát azt akarta, hogy tanszékek helyett jöjjenek össze nagyobb egységek, és legyenek intézetek. Én ezt nem igazán helyeseltem, mert ha nincs más funkciója egy tanszéknek, mint ami korábban volt, akkor kár az elnevezés, hogy intézet. És akkor azt mondta, hogy bontsuk le azt az épületet, mert akkor ott egy nagyon magas házat lehetne építeni, amiben rengeteg tanszéket el lehetne helyezni. Mondtam, Imre, hát építész vagy. Nem látod, hogy ez egy egység? Ezt képes vagy megbontani? Tudod mit? Az a pénz, amit felajánlottál ennek az épületnek a lebontására, adod a Zsilmónak, aki intézetet akar. Csináljon intézetet, én nem bánom. De ezt az egységet ne bontsd meg. Hát akkor ez kedves nekem. Amikor a Nagy Imre féle kormány jött, biztos hallottak róla, akkor enyhült a légkör, és Gruber professzor úr vissza tudott hozni a tanszékre. Úgyhogy ez volt az egy év a 73-ból, amit én a műegyetemen töltöttem, amit nem töltöttem a műegyetemen, tehát ez volt a megszakítás. Behívtak a személyzeti osztályra, közölték velem, hogy
vegyem tudomásul, hogy örüljek, hogy egyáltalán az egyetemen vagyok, de se nem léphetek előre, se oktató nem lehet, mert én, mint osztályidegen, fertőzöm az ifjúságot. Ez a dolog azért volt komikus, és a korszak logikáját mutatja, mert a tanszéken, az áramlástan tanszéken volt időszak, amikor nekem volt a legmagasabb óraszámom. Tehát oktathattam, de nem lehettem oktató. Most ez így ment a 80-as évekig, és én nem adtam be jó darabig a jelentkezésemet a úgynevezett nagy doktori fokozatra, de aztán mégis beadtam, egy ilyen 4 oldalas űrlapot kellett kitölteni, és egy ennyi hely volt hagyva a párt véleményére. 3-szor adtam be úgy, hogy a párt mindig azt írta rá, hogy a párt ellenzi. Ezt 4 év után a Cibere Tibor akadémikus megsokalta, ő a Miskolci Egyetemnek volt a professzora, abban a szakterületben, ahol én dolgoztam, tehát folyadékok mechanikája, áramlástan, áramlástechnikai gépek, és ő beadta az én nevembe a nagydoktori papíromat. És egy másik prof, aki elég nagy pártember volt itt a karon, az úgy gondolta, hogy ha Cibere van emögött a dolog mögött, akkor ő ugyanúgy át fogja ezt hajtani, mint annak idején Patyi bácsi. Ő egyszerre 2 jó pontot szerez akkor, hogyha engem támogat. Ő a TMB-nek, a Tudományos Minősítő Bizottságnak, ami akkor a legfelsőbb fórum volt, a tudományos minősítések nem tartoztak az akadémiához, hanem ehhez a külön szervezethez, ott is tényleg támogatott, úgyhogy engedélyezték a doktorin benyújtását. Ezért én 1956-tól 88-ig tudományos főmunkatárs és kandidátus voltam. 88-ba védtem meg aztán a nagy doktorimat. Akkor kineveztek címzetes egyetemi tanárnak, akkor is még csak címzetesnek. Tulajdonképpen ez az osztályidegenségi kálváriám, azt kell mondjam, hogy itt ért véget, mert ez már egy minőségi különbség volt. Akkor mi nagy gond volt a fénymásolás, ugye ezt majd fiataloknak ez szokatlan lehet, hogy ugye annyira féltek attól, hát pláne a műegyetemen, ugye, ahol az 56-os dolgok kezdődtek, tehát a műegyetem mindig egy kicsit erősebb ilyen politikai kontroll alatt volt. A fénymásolást azt könyvelni kellett, és nem lehetett nagy teljesítményű fénymásolókat venni, csak ezeket a, általában nem is szerették a vezetők se, hogyha valami nagyobb teljesítményű fénymásoló volt, mert az rögtön felmerült a veszély, hogy elkezdenek valami szamizdatot vagy politikai érzékeny dolgokat sokszorosítani vagy osztogatni. Ezért ezt halálprecízen könyvelni kellett, hogy miből hány példány, mi volt az. Úgyhogy mi nem is nagyon tudtunk a fénymásoláshoz hozzáférni. Ha az ember hozzájutott egy ilyen könyvhez, akkor ki kellett jegyzetelni. És... szóval ez egy kicsit kínlódásos volt. Aztán voltak olyan könyvek, amiket még nem lehetett kivinni a könyvtárból, csak az olvasóterembe lehetett olvasni belőle. A külföldi lehetőségek pedig nagyon korlátozottak voltak. Egy jellemző dolog, hogy amikor bekerültem a Műszaki Mönökei Tanszékre, akkor ahhoz, hogy valaki egy nyugat-európai szakfolyóiratba küldjön el cikket, ahhoz engedélyt kellett kérni. Tehát ugye ez manapság elképzelhetetlen lenne. Az a korosztály, amiben én belecsöppentem, az nagyon korlátolt volt az utazásban még. Ez egyszerűen még 1962-ben is egy nagy szó volt, hogy én eljuthattam az NDK-ba, és olyan emocionális érzés volt átlépni a határt NDK-ba. Amikor kijutottam utána, ez mind egész különleges, úgy is mondjam, kegyelemnek számított. Nem jutott ez mindenkinek, tehát a műegyetemnek olyan professzorokra lenne szüksége, akik tényleg bejárják a világot, és utána tényleg hazahozzák azt, amit tanulnak Zürichben, vagy Aachenben, vagy Kopenhágában, vagy akárhol másod. Azért a 80-as években már akkor azért már lehetett utazgatni,
De azért ezt most is a Dr. Anderson-nak mutatom, még van egy ilyen dosszém, a tükösítés, tehát a titkos ügyiratkezelés előtt a TÜK, és akkor ide kellett hozni a K-épületbe valahova, és az embernek meg kellett előre írni az előadását, azt be kellett tenni egy borítékba, azt lepecsételték, ilyen szalagokkal átkötve, meg nem tudom, aztán betették egy másik borítékba, elé beírtak valami lapot, hogy ez mire, milyen szolgálat, nem tudom micsoda, akkor ezt meg kellett mutatni a határon, akkor a határőr fölbontott, eltették ezt a lapot, meg kipipálták, így lehetett kivinni egy előadást, mert nem lehetett cikkeket kiküldeni a nyugati lapokban, szóval hát ez elég nyűglődéses volt. Amikor Kármán Tódor halál előtt itt járt Magyarországon, és díszdoktorra avatták, akkor egy fénykép, egy híradás, semmi nem maradt róla, és ezek úgy el voltak dugva, mert hát Kármán Tódor ugye idézi ebbe, hogy az ellenségnek, az imperialistáknak dolgozott, tehát az amerikaiaknak. Nagyon sokan voltak például munkáskáderek, akiket beiskoláztak az egyetemre, akiken hihetetlen nyomás volt, hiszen ez egy óriási társadalmi előrelépés volt. Nyilván, hogy a képzettségükben voltak hiányosságok, de ezt igyekeztek pótolni, tehát nekem is voltak a 80-as években úgynevezett SZET-es tankörtársaim. Ez a SZET a szakmunkás előkészítő tanfolyamnak volt a rövidítése. Tehát szakmunkások voltak, akik valamilyen szempontból kitűntek, tehát látszott bennük, hogy képesek az egyetemi követelmények teljesítésére. Nyilván nem volt érettségiük, elméleti képzésben hiányosságaik voltak, volt nekik tehát egy egyéves felkészítő tanfolyamuk, és utána velünk végigcsinálták az 5 évet. Idősebbek voltak, volt akinek gyereke is volt. A tapasztalat az volt, hogy ha az első éveket, ahol az elméleti tárgyak szerepeltek, nehezebben is vették, amikor a szakmai tárgyakra került a sor, ők már komoly tapasztalattal rendelkeztek. A gépészmérnöki karon a fiúk domináltak, tehát a mi 300 fős évfolyamunkból nem volt 20 lány. Az a maradék 280 fiú meg az előző évet azt két különböző helyszínen, de nagyjából együtt töltötte. Az egyik, ugye ez a katonasság volt 11 hónap, én nekem Kalocsán volt szerencsém 11 hónapot letölteni. Hát itt van az asztalon ez a 1963-ban készült modellmozdony. A lényeg, hogy ebbe a modellmozdonyba akkor én már ugye elektronikát építettem be, mert ez egy távvezérelhető kis jármű, ami annak idején ugye újdonság volt. Ebbe én egy kicsit jobban el akartam mélyedni, mert ez a mechatronika akkor már, mint szó, ismert volt. Hát nekünk nem voltak akkor japán kapcsolataink, elsősorban Nyugat-Európa felé tudtunk orientálódni. Ott viszont már ez a szó meghonosodott. A kokomlista az egy olyan a fejlett technológiával rendelkező ipari államok, Egyesült Államok, Anglia, Franciaország, Németországnak a tiltó listája volt, hogy mi az a technológia, amit nem adunk el Kelet-Európába vagy a fejletlen államoknak, de elsősorban Kelet-Európába. Régen lett az elnök 1980-ban, és nagyon bekeményített a volt kommunista országokkal szemben, meg a Szovjetunióval szemben. Többek között ezt a kokom listát is nagyon megszigorította, hogy milyen dolgokat lehet behozni. Ebből az következett, hogy nagyon sok mindent azt itt Magyarországon kellett fejleszteni, és ehhez persze a megfelelő anyagi támogatást is megkapták a fejlesztő, meg tudományos kutatóintézetek, és ilyen formában a Műegyetem is részesült ebből. Akkor a jelalak analizátorok voltak ilyenek, azt tudom, hogy még 79-ben a KFK-ba bekerült egy Hewlett Packard jelalak analizátor, és akkor azon ott jártunk csodálni, hogy egy Fourier transformációt ott 1024 ponton megcsinálni, 0,2 másodperc alatt, és akkor annak a csodájára jártunk, hogy ez mit tud. És akkor egyszerre csak a következőbe kiderült, hogy ilyet nem szabad importálni többet. És akkor erre nagyon jól emlékszem, hogy hát itt az akkori professzoraink is, de jó magam is, ez nevetséges, hát mindenki. Hát ott van a könyvben, hogy kell a Fourier transformációt csinálni, hát tudjuk, hogy mi az optimális algoritmus, hogy lehet ezt a számítást a legkevesebb szorzásosztással elvégezni. Ez nem igaz, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni. Hát volt nekünk egy ilyen viszonylag jó, akik számítógépet is gyártottak, gyárunk, meg mikroprocesszorokat, és hát próbálták csinálni. És hát nem ment, mert azért amikor azt, hogy be kellett tényleg, hogy most az a processzor működjön, meg megbízható legyen, meg és abba beleégetni ezt az algoritmust. Hiába tudtuk az elméletét, hogy kell Fourier transformációt csinálni,
ez nagyon lassan ment, és nagyon nem ment, és mert mindenki sorban állt. Én emlékszem rá, hogy akkor a moszkvai pártitkár szólt át Budapestre, hogy hol van már az ilyen, nem tudom, mikor ígérte, hogy ők is kapnak majd az egyetemen ilyen lerakanalizátort. 86-ban, tehát egy jó 5-6 év késéssel kaptuk meg az elsőt. Az bizony 30 másodperc alatt csinálta meg azt az egyet, amit 6 évvel korábban a Hewlett Packard, az 2 másodperc alatt csinált meg. És mindegy, ennek is örültünk. A tanszékkel kapcsolatban hadd mondjak el néhány dolgot. Az egész kar legyen erre büszke. Az úgynevezett dialógcienci nyelvnek a kialakulása a tanszéki laborban, a tanszék egyik gépén történt meg, amely abban az időben élenjáró legkorszerűbb ENCE programozási technika. Ez abban az időben egy novum volt. A világon elsőként, vagy az első között dolgoztak rajta itt, a tanszéken. 5 tengelyes megmunkálás. 5 szimultán vezérelt szerszámgép tengelyről van szó. A 70-es években, még a 80-as évek első felében is úgynevezett kokomlistás technológia volt. A 70-es évek végére megépült a legelső 5 tengelyes megmunkáló központ. Több intézmények együttműködésével létrehoztunk egy olyan fejlett technológiát, amit titokban tartottak előttünk, de nem tudták annyira titokban tartani, magunktól kifejlesztettük. Koordinátamérőgépek, koordinátamérés technika, magát a koordinátamérés technikát, mint mérés technikai eszközt is, meg módszert is. Az oktatásba mi vezettük be, Farkas János professzor volt az, aki ezt az egészet meghonosította Magyarországon. Robottechnika, az ipari robotok oktatása megint csak nálunk a tanszéken kezdődött el, és hát bekapcsolódtunk akkor ezekbe a fejlesztésekbe is, amikor még volt ilyen álom Magyarországon, hogy robotot gyártunk, vagy legalábbis robotvezérlőt fejlesztünk. Hallottak-e erről a diákparlament? Bizonyos időközönként, ez nem évente volt, ez néhány évente szokott megrendezésre kerülni, és akkoriban a diák önkormányzatiságnak a fejlesztése kapcsán kerültek elő ezek a diákparlamentek. Abban az időben a diákság képviselete úgy amblok rá volt helyezve, a KIS látja el, a Kommunista Ifjúsági Szövetség, egy politikai szervezet. Nyilvánvalóan nem feltétlenül mindenki érezte úgy, hogy őt képviseli ez a szervezet, és ezt egy kicsikét oldotta a szintén akkoriban éledező ilyen diák önkormányzatiság, aminek az egyik ilyen megjelenési formája volt a diák parlament. Ebből alakultak ki azok az önkormányzatok, amik aztán végül is átvették a politikai szervezetnek a helyét. A mi időnkben Stépán Gábor kezdeményezése volt a rendszeres vezető értekezletek. Ami azt jelentette, hogy a tanszékek jobban megismerik egymást, jobban megértik egymást. Tehát ez is az együttműködés, és az együtt húzzuk a szekeret, együtt sírunk, együtt nevetünk érzést növelte. Ez nagyon jó. Ebben azt gondolom, hogy élen járt a kar az egyetemen, és ez a teljesítményében nagy mértékben megjelent. Erre személy szerint is büszke vagyok, hogy részt vehettem. Egy ilyen fajta, mondjuk új alapokra helyeztük a kart. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy kihívás volt, de szerettem. Tényleg szerettem. Igen, ez a dolog érdekes, mert a maiak talán nem is tudják elképzelni, hogy nem volt mindig az, ami most van, hogy kari tanács, ami a karnak a legfőbb irányító szerve, és amiben hallgatók is ott vannak, azt hiszem most egyharmad arányban vesznek részt a kari tanácsok munkájában. A kari tanács a karnak a legfőbb vezető szerve. Igen, de ez nem mindig így volt. Hanem abban az időben, amire most visszaemlékszünk, ez úgy nézett ki, hogy nem volt ilyen demokratikusan választott kari tanács, hanem csak a tanszékvezetők voltak. Amikor ez megváltozott, ez 1970 környékén volt, és akkor az akkori minisztérium és az országgyűlés létrehozott egy olyan rendeletet, egy új törvényt, ami bevezette azt, hogy mostantól kezdve nem ez lesz a rendszer, hanem az lesz a rendszer, hogy választott képviselők is beülhetnek egy ilyen kari tanácsba,
amiket az oktatók gyűlése választ, és akkor egy képviseleti rendszer alakult ki. Aztán a hallgatók is választanak hallgatóképviselőket, és ők is részt vehetnek egy egyetem munkájában, irányító munkájában. És mindez a tanszékvezetők mellett, és így jött létre a karitanács. Na, az első ilyen megalakult, ilyen demokratikus karitanácsnak én hallgatói minőségemben tagja voltam, és harmadéves hallgatóként kerültem be így a karitanácsba, és utána a negyedéves, ötödéves hallgatóként is. Sőt, amikor a most mai szenátusnak megfelelően létrejöttek az egyetemi tanácsok, akkor még az első egyetemi tanácsban is hallgatóképviselő voltam, a gépészkarnak az egyik hallgatóképviselője. Tehát így alakult ki egy kicsit demokratikusabbá az egyetemnek a vezetése és a karnak a vezetése, és a mai napig is hasonló módon zajlik. Egyetemi tanács, ami mondom a mai szenátusnak megfelelő, az is rendelkezett választott tagokkal, és újdonság volt, mert odáig csak a dékánokból álló testületet vezetett a rektor. Tehát egy ilyen 50 fős testület vezette az egyetemet hirtelen, és akkor az ülések demokratizálása érdekében az írásos előterjesztéseket, amiket meg kellett tárgyalni, azt postán előre kiküldték. De az, hogy ez a postai kiküldés valami egységes dosszéban történjen, hát elhoztam, ilyen dosszékat bocsájtottak ki akkoriban, ennek az volt a címe, hogy Budapesti Műszaki Egyetem tanácsa. Tehát ez az egyetemi tanácsnak az anyaga volt, és ezek a dosszék személyre nyomottan voltak kibocsájtva, hiszen a tanácsnak a tagjainak a nagy része ilyen választott állandó tag volt, de a hallgató képviselők ugye azok csak ilyen másodrendűek voltak még ilyen szempontból, mert sokszor váltottunk, hiszen a hallgatóság mindig változik az egyetemen, és ezért nekünk a nevünk csak így ilyen ragasztósan volt odatéva, és ezt a dossziét mindig ott kellett hagyni az ülésen, az ülés asztalán, amikor vége volt az ülésnek, benne az összes anyaggal, hiszen információbiztonság már akkor is működött, mert egy csomó személyi anyag, életrajzok, stb. Azokat maradjanak csak meg, ezeket beszedték, ha kell, akkor megsemmisítették, és a következő ülésre ugyanebbe a dosszébe hozták az új anyagokat. Úgyhogy ez volt a rendszer, ez még az emlékekhez tartozik. Hát akkor mi nagyon kis fiúk voltunk, így diák szemmel. Heten voltunk hallgatók, és minket oda hátra ültettek a tanácsteremnek a legtávolabbi részébe. A legelső részében volt a dékán és a tanszékvezetők, és hát időnként, ha jelentkeztünk, akkor ugye szót adtak nekünk, és akkor elmondhattunk valamit. Eleinte az akkori tanszékvezetők eléggé ellenségesek voltak velünk. Tehát ők sértve érezték magukat, hogy most a hallgatók mit akarnak itt beleszólni a nagyoknak a dolgába, az egyetemnek a dolgába. És hát az akkori nagy professzorok, minden tisztelet nekik, de nem azt szokták meg, hanem egy ilyen régebbi, arisztokratikusabb irányítási rendszert szoktak meg. Tehát az, hogy egy hallgató is ember, hogy úgy mondjam, és ő is beleszólhat akár a dolgokba, hát az egy kicsit egyéne válogatta, de nem mindenki vette ugyanolyan szívesen. Én úgy hirdettem mindig, hogy a kar az a professzorokból, a tanárokból, és a hallgatókból áll. Együtt jelentik a kart. Egyforma szava van a tanárnak a karülésen, és a hallgatónak is. Előfordult, hogy úgynevezett tekintélyes tanárok próbálták lehúrogni, vagy visszaszorítani a hallgatói felszólalásokat. Egyszer kellett megtegyem azt, hogy a illető professzort megkértem, hogy mi meghallgatjuk most a hallgatót, mert ő meghallgatott bennünket. Elgondolkozott azon, amit mi mondtunk, mi gondolkozunk el azon, amit ő mond. Én úgy gondolom, hogy ez az egy megbeszélés, ami semmiféle sértődést nem hozott, sem a tanár részéről, sem a hallgatóság részéről. Felbátorította a hallgatókat arra, hogy hozzászóljanak mindenhez.
mindenfajta bizottságban én ragaszkodtam ahhoz, hogy benne legyen egy hallgató. Itt ült a hallgató, Ábrahám professzor, abban az időben, mikor én voltam dékán. Megkérdeztem tőle, hogy megbeszéltétek? Igen. Ez volt a véleményetek. Nem más volt. Akkor mondd el. Én szükségesnek tartottam, hogy a hallgatók mindenhez hozzászóljanak, ami őket érinti, amiket ő jobban meg tud bírálni. Más az igazságérzete a hallgatónak, és más az igazságérzete a tanárnak. A hallgatói éles. Azt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Meg is kell fogadni azokat a részeket, amik értékesek, amiket tudhat a hallgató, bár a tárgyat még nem ismeri. Voltak azért érdekes sztorik, amikor valamelyikünk egyszer kori tanácson hozzászólásra emelkedett, és megkérdezte az egyik neves professzort, még emlékszem rá, a Heller professzort, hogy professzor úr megígérte, hogy még egy pócéhát fog iratni az évfolyamnak, mert a múltkori rendezvényen nagyon rosszul sikerült, és hát többen szeretnének pócéhát iratni, és bár a professzor úr megígérte, de mégsem iratta meg ezt, nem volt rá lehetőség, és szeretnék kérdezni a professzor úr, ott a kori demokratikus fórumon, hogy miért nem tartotta be az ígéretét. A dékán megadta a szót a professzornak, hogy kíván-e válaszolni. Ő pedig ugye egy kicsit zavarba volt ugyan, de hát a maga arisztokratikus stílusában a következő választ adta, hogy már bocsánatot kérek, a saját szavamat akkor vonom vissza, amikor akarom. És ez volt akkor a válasz. Még nem szívesen vették a hallgatóknak a követelőzéseit, vagy kéréseit, vagy beleszólását, de azért beindult valami, és hát ma ott tartunk, hogy kérem szépen hallgatói véleményezési rendszer van. Ugye én éppen a saját véleményezésemet most néztem meg a most lefolyt fél évnek a munkájáról, és érdeklődéssel olvastam a saját magam munkájáról készült hallgatói véleményet, és örültem neki, hogyha jókat írnak. Még az is benne van, hogy tudom, hogy az én munkámat a saját főnökeim, tehát a tanszékvezető meg a dékán is, amikor megítéli, ezt a hallgatói véleményt nagyon nagy súllyal veszi figyelembe. Tehát nekünk egy kontrollt, egy visszajelzést is jelent ez a hallgatói véleményezés. Na most ez a demokratizmus, ez akkoriban indult, 1970-ben. Most lehet, hogy néhány kollégám azt mondja, hogy ott lett elrontva a dolog, mert esetleg úgy érzik, hogy most már túl nagy szava van a hallgatóknak. Végül is, ha ez normális mederben zajlik, akkor az oktatásnak a véleményem szerint szüksége van erre a visszajelzésre. Hát nem lehet visszajelzés nélkül jó rendszereket működtetni. És ma már mindenki így van vele, tehát most természetesnek vesszük, hogy a hallgatók véleményét meghallgatjuk. A 80-as évek elején indult az, hogy videómagnó. Az még a szocializmus volt, tehát ha én bementem a boltba és kértem 20 deka kolbászt, akkor nem mondtam, hogy miért, hanem kolbászt. És nem biztos, hogy volt. Tehát az egy nagyon más világ volt. Ilyen apróság, nem volt internet, személyi számítógép, mobiltelefon, vezetékes sem. De éltünk, jól éltünk, kiszabadultunk és jó hangulat volt. De én nagyon bíztam a rendszerváltásban, meg abban, hogy utána a dolgok most beindulnak, és tényleg, hogy mondjam, de megint a derivált volt a jó, tehát a változás irány. Szóval a tanszéken azt hiszem, és a karon is szeretném hinni, bizonyos demokratizmus létrejött. A tanszéken mindent szabad volt elmondani. Senkit nem gátoltam benne. A tanszék ezt az egész átmenetet simán tudomásul vette. A karon sem volt semmi különös. Létrejött egy bizottság a karon, amelynek a feladata volt a rendszerváltással kapcsolatos teendőknek a megtervezése és végrehajtása. Tudomásul vettük, hogy most egy demokratikus rendszer fog kialakulni, és megpróbálunk ebbe
minél eredményesebben működni. Az oktatás ugyanúgy ment tovább, mint korábban. Nekem soha életemben nem jutott eszembe, hogy én dékán legyek. Én nem adtam be pályázatot dékánságra, sőt, tudtam, hogy nem is lehetek, mert én még akkor is tudományos státusban voltam, tehát nem voltam oktató. Nem tudtam, hogy különböző csoportok elkezdtek szervezkedni, és elmentek az akkori rektorhoz, aki akkor Fodor rektor úr volt, és engedélyeztették vele, hogy választható legyenek a címzetes egyetemi tanárok is. A rendszerváltáskor egy bizottságot alakított az egyetem, akiknek az volt a feladatuk, hogy határozzák meg az átmenetet a 90 előtti és az úgynevezett rendszerváltás utáni állapot között. Egy olyan szabályzatot hoztak ki, ami egyedülálló, se azelőtt, se azután nem volt. Mátyás király idejében volt még. Mátyás királyt is a Dunajegén választották, talán tudják. Normálisan a Kali tanács választja a dékán. De itt, ebben a különleges helyzetben az auditorium maximumban összehívták a kar összes oktatóját és kutatóját, és az egész brancs kellett, hogy szavazzon több menetben. Az első kérdés az volt, hogy bizalmat szavaz-e a kar a jelenlegi dékánnak. A jelenlegi dékán előzőleg pártitkár volt. Hadd nem mondjam a nevét. Könnyű kideríteni. Őt leszavazták. Felírták a táblára a szavazható embereknek a nevét, magyarul az összes oktató, docens és egyetemi tanár lehetett dékán. Ez a bizonyos csoport, amelyik a Fodor rektor úrnál is volt, ez figyelt, és az én nevem nem jelent meg. És erre felállt az egyik, és szólt a levezető elnöknek, akire már nem emlékszem, hogy ki volt, hogy de hát még ott van egy üres hely, és a Vajnát be kell írni, mert ő címzetes egyetemi tanár. Hát beírtak oda. Mindenki névre szólóan kellett szavazzon. Az első 10 maradt bent, és most már a második fordulóban az első 10-ből kellett szavazni. És a legnagyobb rémületemre azt láttam, hogy én benn vagyok az első 10 között. Én a világon semmit nem tudtam arról, hogy egy dékának mi a dolga, azt sem tudtam, hogy egy kari tanács hogy néz ki. Ott ültem a padnak a szélén, és egyre jobban meg voltam ijedve. Ennyire nem pályáztam a dékánságra. A következő körben 2 ember maradt bent. A volt dékán és én. Úgyhogy amikor aztán kettőnk között kellett szavazni, akkor elég sok szavazatot kapott a volt dékán, akit előzőleg leszavaztak, de én kaptam a többet. Így lettem dékán. Úgyhogy akkor ki kellett menjek a mikrofonhoz, és hát egy pár szót szóljak, és hát teljes zavarba voltam, ott megmondtam, hogy hát én nem tudom, hogy mit mondjak, mert nekem fogalmam sincs, hogy mi a dékánság, úgyhogy nekem még most tájékozódni kell, hogy egyáltalán mit kell nekem csinálni. Másnap reggel jöttem be ide ebbe a szobába, és néztem körül, hát így lettem dékán. Én kellett kitaláljak mindent, én kellett kitaláljam, hogy hogyan, mit csinálok én egy kari tanács címen, és egyáltalán hát, hogy kell nekem működni. Neveltetésemből is következett az udvariasság, hogy meglátogattam minden tanszékvezetőt, és hát mindenütt elmondtam azt a sablon szöveget, hogy hát remélem, hogy jól fogunk tudni együtt dolgozni. Az egyik prof erre az én mondatomra fölcsapta a két lábát az asztalra, és közvetlenül, hogy én veled nem vagyok hajlandó együtt dolgozni. Mondtam, hogy jó, így is lehet, de hát én vagyok a dékán. Úgyhogy másnap reggel minden bizottságból, amiben ő benne volt korábban, kihúztam a nevét, hát ki nem akar velem dolgozni, ne dolgozzon velem. Azt hiszem, hogy ha minden
idők egyik legnehezebb korszakában csöppentem én bele ebbe a helyzetbe. Ugye rendszerváltásnak hívják ezt az időszakot, és hát ez rengeteg problémát vetett föl, amivel meg kellett birkózni. Miután a dékánokat megválasztották, hát akkor ez újsághír volt, hogy hol ki lett a dékán, és a minisztériumnak jóvá kellett hagyni. És a minisztérium felüvöltött, hogy hát ez lehetetlen, hát törvényben van, hogy dékán csak oktató lehet. A Vajna nem oktató. Tehát az egész szavazás törvénytelen. Hát erre nem volt senkinek bátorsága arra, hogy azt mondja, hogy akkor ezt a szavazást megsemmisítik. Hát az egész kar választotta. Úgyhogy engem két hétig visszatartották a papírokat, két hét alatt kineveztek egyetemi tanárnak, és csak akkor ment tovább az ügy, amikor én már a listán úgy szerepeltem, mint egyetemi tanár. Akkori idők. Rögtön bekövetkezett az az időszak a rendszerváltással, ami egy nagyon nehéz és, hogy mondjam, nem mindenben örömteli időszak volt. De nagyon nehéz. A 90-es években ez nagyon rossz volt, ott volt negatív derivát is, tehát ez kétségtelen tény. Ottan voltak évek, amikor a dolgok azok inkább romlottak, mint javultak volna, főleg gazdaságilag, de az egész mérnökség területén is megint, tehát nagyon, nagyon ijesztő időszak volt, erről is lehetne beszélni. Hát volt olyan helyzet 1997 és 2001 között, amikor mivel az oktatói béreknek nem volt meg a megfelelő kerete, tehát be volt osztva, hogy ki melyik hónapban van fizetés nélküli szabadságon. Ez nem azt jelentette, hogy nem kapott fizetést, és akkor elment egy hónapra valahova, ugyanúgy megtartotta mindenki az óráit, csak éppen nem kapott érte semmit, és ez 4 éven keresztül zajlott, és a 4 évben kormányváltás is volt. Iparból nagyon erős csábítás volt, tehát rengeteg helyre hívtak állásajánlatokkal. Tehát ahhoz, hogy valaki itt maradjon, oktatónak, kutatónak, ahhoz egy nagyon komoly elhivatottságra van szükség, ami nem mindenkiben van meg. Ugye az egy nagyon komoly érték, hogyha itt elhivatott emberek vannak a gépészmérnöki karon. Az az elvárás, hogy az egyetem az oktasson és egyben kutatóhely is legyen. És hogy a kutatásban hol találja meg a maga helyét. Tehát ilyen szempontból a rendszerváltás előtt teljesen egyértelmű volt a helyzet, hiszen az adott, tehát a területhez illeszkedő kutatási eredményeket ezt a mi egyetemtől várták, és meg is adták hozzá a támogatást. Most pedig megváltozott a világ, ugye mi versenyezni mindig a legjobbakkal akarunk, és azokkal akarjuk összemérni magunkat. A 2000-es évek második felétől megszűnt az a nagyon szorongató gazdasági helyzet. Én azt gondolom, hogy ha stabil az egyetemnek a helyzete, akkor nagyon komoly emelkedést tudunk elérni. A 12. gépészkari rektor Molnár Károly, a vegyipari és élelmiszeripari gépek tanszék vezetője, korábbi dékán volt. Érdekesség, hogy ő utána tárca nélküli miniszter lett, aki a tudománypolitikáért és a kutatásfejlesztésért felelt. Ő 4 évig volt rektor, és rektorsága alatt vezette be az egyetem a bolognai rendszerű több ciklusú képzést. Majd eltelt 17 év, újra gépész rektora van a műegyetemnek személyemben. A gépész rektorok általában korábbi dékánokból lettek, akik kari vezetői tapasztalatukkal, korábbi tevékenységükkel, akadémiai hátterükkel kerültek a rektori székbe. Hogy lehet igazi helyet szerezni ebben a nemzetközi rangsorban? Az új rektornak is ez a legfőbb gondja, hogy na most ezt nagyon nehéz számon kérni rövid távon. Ennek csak hosszú távon van értelme. Biztos vagyok benne, hogy a gépészkar a következő 150 évben is tucatnyi rektort fog adni a műegyetemnek, hiszen már mind a hazai, mind a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban a legjobb helyezést foglalja el a műegyetemi karok közül. Thank you.